Nem elég, hogy a többszörösére emelkedtek az energiaárak, a beszerzés is gondokat okoz, mondta stábunknak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Most már jönnek azok a jelzések, hogy a szolgáltató vagy szolgáltatók ajánlatot sem adnak. Most kezdte el a kamarai rendszer, a mai nap innen Pécsről kezdeményeztük a teljes területi kamarai rendszerbe, megkértük a titkár, illetve elnök kollégákat, hogy mérjük már fel a helyzetet, mert az egyébként is a csődhelyzet felé sodródó vállalkozások, akikben még lenne energia, kockázatvállalás, még hajlandó hitelt fölvenni, hát hogyha nem jut energiához, gázhoz vagy áramhoz, akkor azonnal bezár, tehát akkor nincs más lehetőség. Energiaszakértőkkel és a szolgáltatókkal is elkezdtek egyeztetni a kamaránál. A főtitkár azt mondja, nem maradhat senki gáz és áram nélkül. Ez nem csak a magánszemélyekre, hanem a vállalkozásokra is igaz.